Annak a veszélye, András, hogy a homokzsákokból emelt védvonal nem bírja el a nyomást. A Száva folyó szintje Sabáznál reggel óta 13 cm csökkent, így most nyugodtabb légkörben zajlanak az árvízvédelmi munkálatok. A folyón várható újabb árhullámot, a folyón érkező újabb árhullámot az esti órákban várják. A munkálatokat a délutáni órákban meglátogató Nebojsa Stefanovic belügyminiszter kijelentette, hogy az elkövetkező néhány órában fog eldőlni, hogy véglegesnek tekinthető a javulás. Reményét fejeztek, így holnaptól már arról beszélhetünk, hogy a probléma megoldása felé haladunk. Halljuk most, hogy mit mondott még a belügyminiszter. Sabaznál soha nem tapasztalt összefogást látunk, mondta a belügyminiszter. A város, az állam, a magáncégek és az önkéntesek segítségével sikerült megerősíteni a gátakat. Az árvízi védekezés után a munka következő fázisa vár ránk. Segítenünk kell azokon, akik elvesztették az otthonukat. Ez a legfontosabb feladatunk. Meg kell újítanunk az országunkat, túl kell tennünk magunkat ezen a katasztrófán. Az enyhe apadás nem jelenti azt, hogy biztosan elmúlt a veszély. Nincs hova elvezetni a vizet. Ma éjszaka újabb árhullám várható. Délután 8 km hosszan védőfóliát helyeztünk el a gátakon, amelyek Sabác városát védik. Mindent megtettünk, és van elegendő emberünk és eszközünk. Forgatócsoportunk a nap folyamán a Sabác melletti Mrgyenovác településen járt, ahol a Dobrava folyó öntött ki. A lakosságot kitelepítették, csak néhány idős személy maradt a faluban. Nem fogok a földön aludni másokkal, én a házamból nem megyek sehova. Ha hoznak enni, hoznak, ha nem, nem. A kitelepítettek közül többen már visszamerészkedtek a faluba, hogy megnézzék házaikat. Mi már öreg rókák vagyunk. A szomszéd falu lakosaival évek óta egyeztetünk a vízállásról, és felkészülten vártuk az árhullámot. Nincsenek áldozatok. Mrgyenovácon a Dobravával sikerült megbirkózni. A lakosok most azt remélik, hogy a Száva nem szakítja át a gátat. A mai napon a legnagyobb munkálatok Drenovác falu határában folytak, ahol ahol 5000 ember töltötte a homokzsáokat. Egyébként a nap egyik fő hírei Sabácon, hogy lemondott tisztségéről Milos Milosevic, a város eddigi polgármestere. Stúdió,